Na, szevasztos kacok! Na, hát srácok, kint vagyok az Atlanti óceánon. Igazi turista látványosság, ahol vagyok, tehát ide azért tényleg nagyon ritkán jutnak el az emberek. Na, hát itt az Atlanti óceán, gyerekek, sziklák, hegyek, ide csak a milliómosok jutnak el. Lakókocsik vannak lent, lakókocsik meg ilyesmi. Én most itt vagyok fent a hegyen. Hatalmas, csodálatos a látvány egyébként. Nézzétek meg, mint a filmekben, mint Amerikában. Nagyon-nagyon komoly a hely. Úgyhogy most itt vagyok jelenleg. Ezt figyeljétek, srácok, és itt jövök le az Atlanti óceánra. Tehát most jelenleg itt vagyok. Ilyen a hely egyébként, figyeljetek. Tehát nagyon komoly. Ezt nézzétek meg, aki ezt nem lájkolja, meg aki erre nem dob ajándékot, az a világ hülyéje. Mert ilyet nem tud mutatni nagyon sok ember. Mindenki egy szobából, meg mindenki egy putriból live-ozik. Én nem. Én ilyen helyről live-ozok. Ezt figyeljétek. Ilyet nagyon-nagyon ritkán lát az ember. Ez olyan, mintha meginnál egy champagne pezsgőt, vagy meginnál egy Chivas Regal viszkit. Egy évben egyszer megiszol egy regált. Érted? Tehát ez ilyen. Ide turisták ezrei. Csak nagyon nagy összegeken, nagyon nagy árakon, pénzeken jutnak el turisták. Figyeljetek, srácok, azt figyeljétek. Le fogunk menni oda a sziklákhoz, itt vagyok a tetején. Itt vagyok a tetején a helynek, ott végig strandok, napozóágyak, beach van lent. Kiszoktak téve lenni nyári időszakban, de hát nem most, hanem nyáron. Ezt figyeljétek, ezt a helyet. Ezek fotóhelyszínek, itt világsztárok szoktak fotózkodni. Igazából itt van lent valami gáztöltő állomás, és akkor így a tengerpart, a beach, itt végig a beach, és ott pedig a háttérbe a hegyek. Egy dolog van, amit hiányolok, hogy itt nem nincs olyan flancolás, mint Hollandiában, amikor kint voltam. Amikor Hollandiában kint voltam, akkor ott voltak olyan dolgok, hogy ugye Hollandiában napozóágyak, nagy tengerpart ott is, ez sokkal komolyabb, csak ottan flancolás volt, itt meg nem. Tehát itt nincs az a komoly hangulat, mint ott, pedig ez aztán tényleg Európa széle, tehát innen indul Európa. Tehát hogyha az európai kontinensre akarsz bejönni, ezt nézzétek meg, srácok, világ összes tájáról jönnek ide. Ezeket a sziklákat, hegyeket nézzük. Ezt nézzük meg, srácok. Röhöghetsz otthon a fotelba, kisgyerek, röhöghetsz a fotelodba otthon, de attól függetlenül én vagyok itt, és én lazulok itt kint a beach-en. Én lazulok. Érted? Itt tudod, mennyi nő van, meg mennyi csaj, meg miket lehet itt csinálni, testvér, de kotont hozni kell. Szóval én vagyok itt kint, és én nekem jó az életem, esténként pezsgőt iszok. Itt vagyok kint, este hotel, pezsgő, párbaj, nappal lazulás. Lemegyünk oda beachre, és oda megyek közel a sziklához. Tehát ahhoz a sziklához fog közel menni, és ott pedig van fent egy vár. Ott van fent a hegyen valami várépítmény, ilyen erődítmény. Valami várak. És oda lemegyek most gyalog. Úgyhogy várjatok egy kicsit, mert oda lemegyünk gyalog. És megyek oda le. Úgyhogy gyertek velem, mert most oda lemegyünk. Ezt nézzétek, hogy milyen növények vannak itt, meg mit tudom én, értitek. Ott megy egy kocsi lefele. Akkor most leballagunk oda, leballagunk. Igazából ide is felmehetnék a hegyre, mert itt is mennek felfele a hegyre, itt meg egy hotel van a hegy mögött. De viszont most én lemegyek oda a beachre. Itt lemenjek, vagy inkább a főúton menjek? Á, gyertek, menjünk inkább a főúton, mert itt nem igazán merek elindulni lefelé a szikla oldalon. Várjatok, mert vannak itt ösvények. A kurva Istenben, a napszemüvegben, nem tudom megfordítani, bazd meg a kamerát. Baszomat már, nem látni semmit ebben a napszemüvegben. Itt egy hotel fent egyébként a hegyekbe. Ott egy hotel, látszik a teteje a hotelnak. Gyertek, aztán megyünk oda, lemegyünk itt. Itt lemegyünk, itt van egy ösvény, és akkor lemegyünk a helyre.
partra. Látom, hogy a kép az fekete, tehát ilyen a telefonom, hogy napsütésben vagyok, az fekete képet mutat a telefon. Hey! Ennyit ér, ide jutottunk a mai világba, hogy 160 euróért, azért az nem kis pénz, ilyet adnak. 160 euróért ilyen. Most meg fehér a kép. Gyertek, lemegyünk a beachre. Lemegyünk, srácok. Oda megyek hozzá a nagy hatalmas sziklához. Na, olyan helyen szoktak fotózkodni a modellek, ugye, ez fotóhelyszín. Tehát ez fotóhelyszín igazából. Nézzétek ezeket a növényeket, srácok, ezeket a növényeket figyeljétek. Ez milyen növény? Srácok, ez ilyen csak Amerikában van. Ebben a lakásban igazából egy hegyi szállodában vagyok. Van minden. Wi-Fi, terasz, nincsen hangoskodás, tehát jó a hely, tehát nincsen zaj. Figyeljetek, ilyen a hely. Na, ott voltam fent az előbb azon a hegyen. Az előbb ott voltam fent. Most meg jövök erre. Figyeljetek. Mi az, hogy gyenge? Hát mondd már meg, hogy hol tudsz te ilyet elérni, hogy ide eljussál, ilyen helyre. Hát kötekedsz az emberrel, szavakkal kötekedsz. Na, tehát az előbb ott voltam fent, most jövök erre lefele. Ezt nézzétek meg, srácok. Ez komoly, geci. Soha a büdös életemben nem leszek itt, meg van olyan magyar, aki meg az életében nem fog eljutni ide. Meg én is most vagyok itt először, meg utoljára, mert erre pénz kell, hogy valaki ide eljöjjön. Tehát azért ahhoz, hogy valaki ide eljusson, ahhoz ki kell nyitni a tárcát, egy. Kettő, hogy itt nem lehet tartózkodni évekig, meg hónapokig, mert se volt, szinte semmi nincs a környéken egyébként. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ez tényleg egy olyan alkalom, hogy ide jönnek az emberek, leforgatnak itt egy filmet, vagy leforgatnak itt egy videót, azt mennek, meg hát lazulni mondjuk izébe jönnek nyaralni az emberek egy ilyen helyre egyébként. Most lemegyünk a sziklákhoz, várjatok, néznem kell az utat, hogy hol tudok lemenni. Nézzétek meg a helyet, ezt nézzétek. Itt megyek le, itt mész le a tengerpartra, ez a sáv vezet le, cseppkőszikla. Ezt figyeljétek, gyönyörű, turista látványosan nyaralóhely. Ezt figyeljétek, itt lehet szörfözni, csajozni, strandolni. Westside póló van rajtam. Hát van, mikor letüdőzöm, van, mikor nem, és tudod, hogy miért van az, hogy nem tüdőzöm le át a lába? Mert nem akarom magamat terhelni a dohányzással, érted? Tehát azért nem tüdőzöm le. Gyerekek, egyébként itt filmet lehetne forgatni. Hát nézzétek meg ezt a helyet. Itt tényleg amerikai ninja, minden, akciófilmet. Most ha meg lenne az a testkövetős kamerám, akkor itten csinálnám a klippet egyből. Az a probléma ugye, hogy itt egyelőre még nem tudom megvenni, nem tudom megrendelni azt a kamerát, amivel ugye meg tudnám azt csinálni. Tehát egyelőre ahhoz még izé kéne. Meleg van, hát pólóba vagyok, látod, tesó? Póló van rajtam, rendesen, mert olyan 20 fok. 20 fok van körülbelül, 20 fok. 20 fok meleg van. Úgyhogy jó az idő nagyon. Nem fázok, az időre nincsen gondom. Úgyhogy, de itt, ha ide felmennék, srácok, itt komolyan, hogy itt most lehetne vlogot csinálni. Megállítom itt a kamerát, és jövök le fentről. Tehát ez ma aztán tényleg komoly vidék. Csak hát a telefon elsötétíti a képet, bazd meg. Na, itt már lehetne menni fölfele, itt a hegyes sziklás a vidék, értitek? Egy Full HD minőségű Androiddal, vagy egy iPhone-nal, ha itt lennék, akkor kristálytisztán látnátok a képet. De hát így, gyertek, megyünk lefele. Na, a csávó, ma ott van a csávó izével, valami siklóernyővel lent a csávó. Ez az igazi turista hely, srácok. Ez az igazi turista látványosság. Ahol most vagyok. Megérte az anyagi költség, hogy ráfordítsam erre, mert hát itt hatalmas. Hatalmas a hely. Na, ez már komoly hely egyébként.
kifekszek én is. Ezek mondjuk csak itt hagytak egy kutyát, letették a izét, a cuccukat ide. Ezt a sziklát nézzétek meg, srácok! Ezt a sziklát, figyeljetek, ez milyen szikla, geci? Halló! Itt még barlang is van, bazdmeg, szerintem tudja, hogy van barlang. Figyeljetek, most nézzétek meg, mi van hátam mögött. Látjátok? Na, ezt nézzétek, aki érdemes, aki normális ember. Ezt nézzétek, aki felnőtt ember, meg nem köcsög. Ezeket a sziklákat nézzétek, srácok. Fürdök egy jót a hotelba, de holnap, de ha úgy van, veszek rövid gatyát, és én is bemegyek a vízbe. Ezt nézzétek, gyerekek, és rögzítsétek, mert ilyet csak filmekben láttok. Ezt figyeljétek. Ezeket a sziklákat. Ezt nézzétek, skacok. Nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly a hely. Na hát itt már lehet forgatni, srácok, itt már lehet forgatni. Vannak itt turisták, napozó emberek, stb. Közel jövök most a vízhez. Hajóval is vannak. Egyébként lehet, hogy kijövök majd ide, azt főzök. Tehát itt kint a hegyekbe, itt kint a tengerparton főzök. Na de ide már tényleg, srácok, ide már, most jelentem ki, ide már tényleg jó telefon kell, geci. Mert ha jó telefon, MC-sti külföldön van. Ezt nézzétek meg, MC-sti kint van. Ez külföld. Ezt nézzétek meg. Magas minőségű live. Ez a magas minőségű live. Ezt figyeljétek, geci. Ide lefekszek, kihozom a napozó szettet, rövidgatyába, nyakláncba, azt lazulok. Ez már komoly. Ezt a látványt nézzétek. Ezt a látványt nézzétek, gyerekek. Ezt nézzétek, srácok. Ezt figyeljétek, hát hatalmas. Nem tudom, hogy tudom rögzíteni a kamerát. Úgy kéne, hogy rögzítenem, hogy messziről lássatok, hogy fel tudjátok mérni a távolságot, mert így videóba, így állítva van a képernyő, nagyítja a képernyőt. Na figyeljetek, 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 figyeljetek! Nézzétek meg, hogy hova jutottam el! Ezt nézzétek meg! Hogy ide eljussak, csak szólok, hogy át kellett jönnöm Németországon, Olaszországon, Spanyolországon, Franciaországon, vagy öt országon kellett átjönnöm, hogy ide elérjek. Magyarországról. Ugye ezt figyeljétek, srácok! Van nálam egy valamilyen Black Bear energiaital, azt megiszom. Itt tényleg horrorfilmet lehetne forgatni, meg mindenféle vlog videókat. Fú, de komoly, geci! Ez nagyon komoly, srácok, ez hihetetlen, hogy ide eljutottam. Fú, geci! Ezt meg kell fordítanom, figyeljetek! Figyeljétek ezeket a sziklákat! Ezt nézzétek, egész Magyarország, ezt nézzétek! Itt vagyok a szikla alatt. Ezt nézzétek. Megbontom az energiaitalt, mindjárt egy pillanat. Na. Tengeren, srácok! Hát ilyen helyeken szokták forgatni a Rambót, meg a horrorfilmeket, meg minden. Olyan helyen vagyok, ami turista látványosság, hogy tényleg
ide azért ki kell nyitni a pénztárcát, hogy eljussanak ide, akik ezt meg akarják csodálni, ezt a helyet. Szevasztok! Szevasztok! Na! Hát ez egy turista paradicsom, ilyen üdülővezet. Itt jön a víz.